Sziasztok! A mai videóban arról lesz szó, hogy tud-e az autón klímáján fűteni, vagy nem. Figyeljetek, mutatom! Először is szeretném a klíma elvi működését elmondani az autóban, hogy ez nagyjából hogyan működik. Nem vagyok klímaszerelő, úgyhogy lehet, hogy lenne egy kis hülyeség, de remélem nem. Az autóban van egy klímakompresszor, van egy külső és egy belső radiátor. Alap esetben, amikor klímával hűtjük az autót, akkor a külső radiátor, ami az autó elejében van, az a meleg oldal. A belső oldalon lévő, ahol a utas teret hűtjük, az meg a hideg oldal. Ahhoz, hogy az autó tudjon fűteni a klímával, ezt a két radiátort meg kell cserélni. Ehhez be kell legyen szerelve az autóba egy, vagyis igazából kettő mágnesszelep, ami csövezés által megcseréli a két radiátort, és így tud az autó a klímával fűteni. Vagyis, amikor ez a két mágnesszelep átkapcsol, akkor a belső utastérben lévő radiátor lesz a meleg oldal, és az autó órában lévő radiátor lesz a hideg oldal. És így tud a klíma fűteni. Most akkor nézzük meg az autónak a motorterét, és keressük meg ezeket a szelepeket, hogy megtudjuk, hogy az autónk tud-e fűteni a klímával. Vagy sem. Na nézzük. Na, hogyha itt vagyunk a motortérnél, az autó menetirány szerinti jobb oldalát kell megvizsgálnunk, hogy ez az eszköz itt van-e. Ezen műanyag alatt, ha ezt leszedjük, találjuk az említett mágnes kapcsolókat, vagyis mágnes szelepeket. Tekercs áramot kap és átváltja a szelepet. Ha ez be van építve az autóba, akkor az autónk a klímával tud fűteni. Ha jól emlékszem, a Kia e-Niro-ba, a Hyundai Kona-ban, a 38-as e-Niro-ba is ugyan itt kell keresni nagyjából ezt az eszközt. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóba. Sziasztok!